Közeleg a határidő, mintegy 250 ezer személyi jövedelemadó bevallás tervezetet készített el a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Tervezhetik a nyaralást, minden munkavállaló szabadon rendelkezik 7 nap szabadságával, és egybefüggően 14 napot vehet ki egy tárgyévben. Kevés lesz a méz, a hideg és szeles idő miatt alig-alig repülnek ki a kaptárból a méhek, így nem gyűjtenek virágport. Mintegy 250 ezer személyi jövedelemadó bevallás tervezetet készített el a Nemzeti Adó és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ez azoknak nyújt segítséget a kötelező bevallás teljesítésében, akik jövedelmüket egy munkahelyről kapják. Az elkészült tervezeteket azonban fontos ellenőrizni, erre akár elektronikus úton is lehetőségük van az adózóknak, de személyesen is egyeztethetnek az ügyfélszolgálatnál. Az elektronikus, személyi jövedelemadó bevallás tervezet azoknak a magánszemélyeknek nyújt lehetőséget a bevallás teljesítésére, akik nem kértek munkáltatói adómegállapítást, vagy ezt a munkáltató nem készíti el részükre. Ez a lehetőség azok számára is segítséget nyújt, akik nem maguk akarják elkészíteni a bevallásukat. 250 ezer bevallási tervezetet készítettünk el Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ez azt jelenti, hogy minden adózónak készült ilyen bevallási tervezet, azonban csak az ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek tudják megtekinteni, illetve azok, akik postán kérték, hogy postázzuk ki a részükre. 40 ezer adózó kérte, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóság postázza ki a részükre ezt a bevallási tervezetet, több mint 20 ezeren egyébként SMS-ben kérték ezt a lehetőséget. Azok az adózók is megtekinthetik a tervezetet, akik nem kérték sem a postai, sem az SMS-es szolgáltatást, és ügyfélkapus regisztrációval sem rendelkeznek. Többek között a családi adókedvezmények érvényesítése miatt is fontos az ellenőrzés. Emellett az ügyfélszolgálat segítségével regisztrálhatják magukat az elektronikus rendszerben. Azok az adózók, akik még nem rendelkeznek ügyfélkapuval, lehetőséget kapnak arra, hogy a későbbiekben, hogyha ügyfélkaput nyitnak, ezt a bevallási tervezetet le tudják tölteni azon keresztül. Itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adóigazgatóságon lehetőség van arra, hogy ügyfélkaput nyissanak az ügyfelek. Hogyha a személyigazolványukkal, illetve a lakcímkártyával megjelennek az ügyfélszolgálaton, akkor ezt pár percen belül a kollégáink elintézik nekik. Az ügyfélkapuval rendelkező adózók az elkészült személyi jövedelemadó tervezetből eddig 7000-et fogadtak el, tehát ennyi vált már bevallásá. Azonban akik nem nyilatkoznak a tervezetről, azoknak is automatikusan május 22-én adóbevallásá válik a tervezet. A tavalyi adóbevallások közül egyébként már 60 ezer érkezett be a NAV-hoz. Ettől az évtől kezdve minden egyéni vállalkozónak és a nyugdíjasoknak is elektronikusan kell benyújtani a dokumentumot. Jár a szabadság, minden munkavállaló szabadon rendelkezik 7 nap szabadságával, és egybefüggően 14 napot vehet ki egy tárgyévben. A munkatörvénykönyve szabályozza a szabadságolás rendjét. A szabadságok kiadásával, kifizetésével kapcsolatosan kevesebb a munkaügyi per, de az ellenőrzések során több hibát is talál a munkaügyi felügyelőség. A bíróságokon, ahogyan a túlmunkának, kifizetetlen béreknek, úgy a szabadságolással kapcsolatos sérelmeknek is nehéz a bizonyítás. A munkatörvénykönyve tartalmazza a szabadságolás rendjét. 20 nap alapszabadság jár egy tárgyévben, amely, ahogyan ez a táblázat is mutatja, az életkor előre haladtával 25 éves kortól 3 évenként további 1-1 nappal növekszik. Ehhez hozzáadódnak a pótszabadságok, amely a 16 év alatti gyerekek után jár. A munkavállaló 7 nap szabadsággal rendelkezik szabadon. A törvény által előírt, hogy a foglalkoztatónak egy évben egybefüggően 14 nap szabadságot biztosítania kell a dolgozónak. A munkaügyi felügyelőség ellenőrzi, hogy adott tárgyévben a munkáltató kiadta-e a szabadságokat és a szabályoknak megfelelően vezeti-e azt, ugyanúgy, ahogyan a munkaidő nyilvántartást is pontosan kell vezetni, a szabadságolást is. Erre hívta fel a figyelmet dr. Tas Edina, a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke 35 perc című műsorunkban. A munkaügyi felügyelőség ezt megint csak azt gondolom, hogy az ellenőrzése során bírságolhatja emiatt a munkáltatót, tehát
innen mondva én azt mondanám, hogy a munkáltatók figyelmét ezért erre felhívnám, hogy ez komoly bírságot vonhat maga után. Arra kell figyelni, hogy kollektív szerződéssel, aki rendelkezik, azoknál a munkáltatóknál lehet arról rendelkezni, hogy március 31-ig ezt a szabadságot kiadják. Sőt, az is engedélyezett a törvény alapján, hogy a munkáltató a munkavállalóval adott tárgyévre kössön írásban megállapodást, hogy a következő év december 31-ig ezt a szabadságot átviheti. Erre az írásbeliséget hangsúlyoznám, mert abban az időben, amikor egy február hónapban a felügyelőség ellenőrizni fogja, hogy az előző évi szabadságok kiadásra kerültek-e, és ha azt fogja látni, hogy bizonyos munkavállalóknál ez nem került kiadásra, akkor fogja kérni azt a megállapodást, hogy van-e ilyen, arra vonatkozom, ezek a szabadságok még ebben az évben kiadhatóak legyenek. Szabadságot pénzben megváltani nem lehet, csak akkor, ha a munkaviszony megszűnik. 2012-ben a munkatörvénykönyv úgy változott, hogy a munkavállalónak nem éri meg pert indítania a foglalkoztatóval szemben, sem a szabálytalan szabadságolás miatt, sem a ki nem fizetett bérek miatt, mondta el az elnök asszony. A szankciórendszer megváltozott, a kártérítési igényt nehéz bizonyítani, és kevés az az összeg, amit egy ilyen per után kaphat a munkavállaló. Egyébként pereskedésre a dolgozónak 30 napja van a munkaviszony megszűnése után. A munkaügyi ellenőrzések jelentős mértékben visszafogják az adminisztratív és a munkavédelmi szabálytalanságokat. A szabályok betartására a munkáltatók már azért odafigyelnek, és nincsenek valószínűleg így bírságolva. Tehát a felügyelőség részéről nagyon ritkán jönnek már ilyen ügyek. Bírságos ügyünk volt most, halálos munkahelyi baleset miatt került bírságolásra cég, de ezek is azt gondolom annyira kirívó esetek, és tényleg, ahogy látjuk, egyedi esetek, amikor tulajdonképpen azt látjuk, hogy inkább a munkáltató megtesz mindent már a biztonságos munkavégzés szabályainak betartására, de a munkavállaló az, aki még mindig esetleg elköveti azt a hanyagságot, hogy utasítás elvárás ellenére nem veszi fel a védőfelszerelést. A statisztikák azt mutatják, tavaly harmadával csökkent a munkaügyi perek száma országosan. Az ügytípusok is változtak, jellemzően nem egyedi feljelentések alapján, hanem inkább tömeges kártérítés miatt indulnak munkaügyi perek. Repceméz nélkül maradhatunk ebben az évben, a hideg és szeles idő miatt alig repülnek ki a kaptárból a méhek, így nem gyűjtenek virágport a repcéről sem. A sárga növény körülbelül másfél hétig virágzik még, megoldást csak a tartósan 22 fok feletti hőmérséklet jelentene. A Nyíregyházi Méhészek Egyesületének elnöke televíziónknak elmondta, több méh család is elpusztulhatott a hideg miatt. Jelentős lehet idén a méz hiány az időjárásnak köszönhetően. 12 Celsius fok alatti hőmérsékletben ugyanis a méhek nem repülnek ki a kaptárból, a virágoknak pedig általánosságban 18-20 fok alatt nincs nektárképzésük. Ha 12 foknál melegebb volt, akkor is csak virágporgyűjtésre tudták elhagyni a kaptárakat a méhek, de ez az elmúlt időszakban ritkán fordulhatott elő, a hideg idő miatt szinte alig-alig tudtak kirepülni a kaptárból. A március, ami megszokta általában a tavasz hozni számunkra, most a március elejével nem is volt baj, a gyümölcsvirágzás kezdetén is voltak szép idők, jó idők, de sajnos az utolsó másfél hét a gyümölcsvirágzásnak mondhatjuk, hogy a dandárján, a csúcsán már bejött ez a hideg, szeles idő, és lehűtötte az időjárást. Ez az, ami kedvezőtlen volt számunkra. A növények beázottságával nem lenne probléma, mert azért az eső az megadta a lehetőséget, hogy nedvességgel ne legyen gond, viszont a mostani szeles, hűvös időjárások viszont gátolják a méhek mozgását. A méhek a hideg hónapokban fürt alakban húzódnak a kaptár belsejébe, hogy hőszigetelő réteget képezzenek. A fiasításhoz folyamatos nektár és virágpor hordásra van szükség, a neveléséhez pedig 35 fok körül kell tartani a hőmérsékletet a méheknek. Ha halk és egyenletes a kaptár belsejében a zúgás, akkor minden rendben van az állománnyal. Ha hangosak, akkor valami zavarja őket, ha pedig teljesen néma, akkor a méhek elpusztultak. Itt Dombrádon, ez az Országos Magyar Méhész Egyesület egyik bemutató telephelye, ahol fekvő és rakodó kaptárrendszert is használnak a szakemberek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még két másik telephelyen összesen 300 családdal méhészkednek. Az elmúlt hetekben volt, amikor már ellenőrizni tudták a méhcsaládokat, és így láthatták a szakemberek, hogy mennyi mézre számíthatnak idén. Gyümölcsfákról való pergetett méz nem lesz jellemző, akár itt a megyről, Szilváról, Cseresznyéről nagyon sokan vándorolnak rá, nem fognak tudni róla pergetni. Itt a repce virágzása folyik most jelen pillanatban. Hát ha az időjárás javul, akkor az még nem úszott el, úgyhogy lehet repcemézünk.
Viszont ha ugyanilyen idő marad, akkor a repszemélyz az hiányozni fog a palettáról. A hőmérsékletnek tartósan legalább 22 Celsius fok fölé kell emelkednie a napokban, hiszen a repce még körülbelül másfél hétig virágzik. Jelentősen csökkent az abortuszok száma az elmúlt években Magyarországon. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Minden fiatal számára fontos, hogy sportoljon, mivel a sportnak személyiségformáló ereje van, mondta az olimpiai bajnok ökölvívó Gedő György Tiszavasváriban. A 68 éves sportember az egyetlen magyar ökölvívó, aki 4 olimpián is szorítóba lépett. 2 sportágban is bejutott az 5.-6. korcsoportos amatőr diák olimpia országos döntőjébe a nyíregyházi Kródi Gyula gimnázium fiú csapata. A Takács Sándor által felkészített kézilabdázók az 5. helyen végeztek, a kosárlabdázók pedig a 7. helyen zártak a fináléban. Jelentősen csökkent az abortuszok száma az elmúlt években, míg 2008 környékén évente országosan több mint 40 ezer volt a művi terhesség megszakítások száma, mára mintegy 30 ezer beavatkozást végeznek évente. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azonban nem csökken az interrupciók száma. Pap Károly, a Nyíregyházi Kórház szülészet nőgyógyászatának osztályvezető főorvosa televíziónknak elmondta, az osztályon évente 550-570 alkalommal végeznek abortuszt. Ebben az épületben működik a Nyíregyházi Kórház szülészetnőgyógyászati osztálya. Itt évente körülbelül 3500-an szülnek, ez az országos átlag felett van, ugyanúgy, mint az interrupció, azaz az abortuszok száma. Sajnos megyénkben stagnáló az interrupció szám, viszont nagyon fontos, hogy nem emelkedik. Osztályunkon ilyen 550-570 interrupciót végzünk az elmúlt 3-4 éves átlagban. A terhesség megszakításnak szigorú szabályai vannak, tette hozzá a Nyíregyházi Kórház szülészetnőgyógyászatának osztályvezető főorvosa. Pap Károly kiemelte, az anya kérésére a magzat 12 hetes koráig szabad elvégezni a művi beavatkozást, és csak a családvédelmi szolgálat engedélyével. A 20. hétig pedig csak igazolt kromoszóma eltérés vizsgálattal felismert súlyos rendellenesség esetén lehet elvégezni az interrupciót. Többféle lehetőség van, hát a hagyományos ez a mészájtágítás, műszeres mészájtágítás és a vákum aspiráció, tehát kiszívni a mély üregből. A mészájtágítás ma már végezhető gyógyszeresen, lamináriákkal, ami sokkal könnyebb megoldás. Magyarországon engedélyezett a teljes gyógyszeres interrupció elvégzése, de erre jelenleg gyógyszer nem áll rendelkezésre. A külföldről beszerzett tablettákat is csak engedélyezés után lehet bevenni, a vetélés pedig 1-2 héten belül lezajlik utána. A szakemberek azt mondják, a felvilágosító előadások, a fogamzásgátló tabletták nagy szerepet játszhatnak az abortuszok számának csökkenésében. Minden fiatal számára fontos, hogy sportoljon, mivel a sportnak személyiségformáló ereje van, mondta az olimpiai bajnok ökölvívó Gedő György Tiszavasváriban. A 68 éves sportember az egyetlen magyar ökölvívó, aki 4 olimpián is szorítóba lépett. Tiszavasvári vendége volt Gedő György, aki a város sportmúzeumának avatásán vágta át a szalagot. A 68 éves sportember 1968-ban Mexikóvárosban, 1972-ben Münchenben, 1976-ban Montrealban és 1980-ban Moszkvában képviselte a magyar színeket. Münchenben tájföldi, angol, szovjet és észak-koreai ellenfelét legyőzve papírsúlyban szerzett aranyérmet a vasas versenyzője, aki, mint elmondta, mindent a sportnak köszönhet. Mivel én nevelt gyerek vagyok, nagyon sok felet tanítottak és neveltek. Az én edzőm tulajdonképpen az Adler Zsiga bácsi volt, aki nekem nevelőapám is volt, és én nagyon sok mindent tanultam tőle. Én 61 éve vagyok az ökövő sportban, ami annyit jelent, hogy 7 éves voltam, amikor megismerkedtem az ökövő sporttal, és azóta nekem veszélyparipám, hogy azok a fiatalok, akik
agilisan állnak hozzá, és tényleg valóban az ökölös sportot meg akarják ismerni, és meg akarják tanulni, főleg megtanulni, azokat én mindig segítem és támogatom, és beiskolázom őket, főleg az, ami a legfontosabb dolog, mert ebben a sportágban nagyon döntő fontosságú az, hogy a világon felismerte mindenhol, minden országban felismerték azt, hogy személyiségi formáló tulajdonságokkal rendelkezik, aminek nagyon fontos jelentősége van a versenysportban. Gedő György pályafutása során 597 mérkőzés vívott, amelyek közül 586-ot megnyert, 57-et kiütéssel. Mindössze 10-szer szenvedett vereséget, egy mérkőzése pedig döntetlennel zárult. Az ökölös sportág az nem harcászati sport, hanem taktikai sport. Ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hiszen ökölvívásról beszélünk, nem boxról, bunyóról, néha zsargon néven mondják, vagy teszik. Én az ökölvívást tanítottam eddig is, a Vasas Sport Egyesületben 100 versenyzőm volt, most is vannak nagyon sok tanítványaim, és jelen pillanatban a Magyar Ökölvívó Szakszövetségnek az országos szakfelügyele vagyok, hiszen egy éve már, most már második éve figyelem és kísérem a mai fiatalokat, a mai gyerekeket. Gedő György az olimpiai bajnoki cím mellett két Európa-bajnoki aranyérmet is szerzett. Egyetlen hiányérzet a pályafutásával kapcsolatban az, hogy nem állhatott fel világbajnoki dobogó tetejére. Két sportágban is bejutott az 5.-6. korcsoportos amatőr diák olimpia országos döntőjébe a nyíregyházi Krúdi Gyula gimnázium fiú csapata. A Takács Sándor által felkészített kézilabdázók az 5. helyen végeztek, a kosárlabdázók pedig a 7. helyen zártak a fináléban. A nyíregyházi Krúdi Gyula gimnázium sportolói számos sikert értek el az elmúlt évtizedekben a diák olimpiákon. A fő sportág a kosárlabda, amelyben későbbi korosztályos válogatottak és élvonalbeli játékosok is viselték az iskola mezét. A 2016-2017-es tanévben két sportágban, kézilabdában és kosárlabdában nevezett az amatőr diák olimpia sorozatra a Krúdi, és mindkét csapat be is jutott az országos döntőbe. Nagyon-nagyon büszkék lehetünk a diákjainkra, mert azért az köztudott, hogy iskolánk azért a tanulmány eredményéről azért elég híres. Az országos top iskolák között helyezkedik el tanulmányi szempontból, és mellette akik sportolnak, az egy plusz teljesítmény. Ennek is örülünk, hogy nagyon sok olyan diákunk van, aki különböző sportágakban jeleskedik, akár idézőjelben profi szinten, akár pedig mint vendég sportolóként az amatőr csapatokban. A régi sporthagyományok mellett két éve beindult, és elsősorban Takács kollégának köszönhetően az ő vezetésével az amatőr kézilabda, illetve az amatőr kosárlabda, ahol olyan játékosok szerepelhetnek, akik vagy két éve már nem rendelkeznek versenyengedéllyel, vagy pedig nincs is ahhoz a sportághoz alapvetően sem olyan jellegű kötődésük a szeretet mellett. A sporthoz atlétaként kötődő Takács Félix tagja volt a Nyíregyházán 5. helyen végző kézilabda és a Pécsen 7. helyen záró kosárlabda csapatnak is. Kézilabdából annyira sok edzésünk nem volt itt a lehetőségekhez mérten, viszont próbáltunk minél többet gyakorolni. Ugye az iskola alapvetően inkább a kosárlabdára van berendezkedve felszereltségileg, viszont amikor csak időnk volt, próbáltuk megragadni az alkalmat, hogy gyakoroljunk és fejlődjünk, és Takács Sándor tanár úr nem csak technikailag, hanem lelkileg és a csapat mögött teljesen mindig ott állt meccseken és edzéseken is, úgyhogy ez alapvetően a csapat mellett természetesen az ő érdeme. A kosárlabdában is a tavalyi évben is indult már a B kategóriás kosárlabda csapatunk a Diák Olimpián, viszont akkor a megyei döntőben meg kellett elégednünk a második helyjel, így nem tudtunk az országos döntőre kvalifikálni. Viszont idén újult erővel Kovács Tibor tanár úr is csatlakozott az edzői stábhoz, ha mondhatom így, Takács tanár úr mellett, és úgy látszik, hogy egyre eredményesebb felkészülést tudtunk végezni, és a megyei döntőben sikerült idén a nagy riválisunkat, az Aviszt megverni és kvalifikálni az országos döntőre, ahol szintén remek eredményt értünk el. Az orvosi pályára készülő végzős diák még elmondta, hogy bár többen is távoznak az iskolából, a tervek szerint a következő tanévben is mindkét sportágban elindul majd az amatőr diák olimpiának Krúdi. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden.
Mintegy 250 ezer személyi jövedelemadó bevallás tervezetet készített el a Nemzeti Adó és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ez azoknak nyújt segítséget a kötelező bevallás teljesítésében, akik jövedelmüket egy munkahelyről kapják. Az elkészült tervezeteket azonban fontos ellenőrizni. Erre akár elektronikus úton is lehetőségük van az adózóknak, de személyesen is egyeztethetnek az ügyfélszolgálatnál. Jár a szabadság, minden munkavállaló szabadon rendelkezik 7 nap szabadságával, és egybefüggően 14 napot vehet ki egy tárgyévben. A munkatörvénykönyve szabályozza a szabadságolás rendjét. A szabadságok kiadásával, kifizetésével kapcsolatosan kevesebb a munkaügyi per, de az ellenőrzések során több hibát is talál a munkaügyi felügyelőség. A bíróságokon, ahogyan a túlmunkának, kifizetetlen béreknek, úgy a szabadságolással kapcsolatos sérelmeknek is nehéz a bizonyítása. Repceméz nélkül maradhatunk ebben az évben. A hideg és szeles idő miatt alig-alig repülnek ki a kaptárból a méhek, így nem gyűjtenek virágport a repcéről sem. A sárga növény körülbelül másfél hétig virágzik még, megoldást csak a tartósan 22 fok feletti hőmérséklet jelentene. A Nyíregyházi Méhészek Egyesületének elnöke televíziónknak elmondta, több méhcsalád is elpusztulhatott a hideg miatt. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 1-én hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérhetik a honlapunkon. Munkatársaim nevében köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!